A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola évek óta programsorozatot szervez a Madarak és Fák Napja alkalmából. Kedden szavalóversenyen vehetett részt 19 óvoda, 64 óvodása, szerdán pedig alsósoknak tartottak akadályversenyt. A programok holnap a Tuzson János Botanikus Kertben folytatódnak, ahol 10 órakor elültetik az évfáját, a virágos kőrist. Egy nagy rendezvény lesz a botanikus kertben, a Tuzson János botanikus kertben, ahol a Madártani Egyesület, a Kaktuszház és mi, tehát a Pál Miklós Erdészeti Erdeiskola közösen szervezünk programot, 9 órától 14 óráig lehet jönni a csoportoknak. Ami érdekes lehet, hogy itt gyakorlati dolgokat is megismerhetnek a gyerekek, tehát odut készítenek, van kézműves foglalkozáson fakorunk, festés, madárgyűrűzésen vehetnek részt, az erdészeink bemutatják a nálunk legjellemzőbb fafajukat, azoknak a felhasználását, miről lehet őket felismerni. Madártan Egyesület munkatársai bemutatják az ott fészkelő madaraknak az oduit, a tojásait, fiókáit, tehát nagyon széles körű, amit be tudunk mutatni. A rendezvények kapcsán fontos felhívni a figyelmet az erdők karbantartására és felújítására is. Nyíregyházán a Sóstói út mellett túltartott fák voltak, amelyeket nem lehetett tovább eltartani. Ezért az erdőtörvény értelmében azokat kivágták, és helyükre új fákat telepítettek. Ezt erdőfelújításnak nevezik. A folyamat mozaikusan zajlik, hogy az egy-egy területen élő állatoknak mindig legyen máshol lakhelyük. Ami még mindig nincs benne a köztudatban, hogy a magyarországi erdős területek egyre inkább nőnek, tehát nem, hogy kevesebb lenne az erdő, hanem egyre több lesz, hiszen vannak erdősítések is, olyan területeket is bevonnak erdős területnek, ahol eddig még nem volt, és több mint 22% ma már Magyarországnak az erdősültsége. Mindenki ugye azzal van elfoglalva, hogy a trópusi esőerdőket irtják, hogy a föld tüdeje az egyre kisebb lesz. Ez így van a trópusokon, de nálunk nem, hogy csökkenne az erdős terület, hanem inkább nő. A 360 hektáros sóstói erdőben elvétve magyar nőszírom is található, amelynek gyűjtése tilos, hiszen a teljes erdő Natura 2000-es, vagyis védett terület. Az állatvilága is változatos, mókusok, seregélyek és őzek mellett, akár a fokozottan védett fekete gólyával is találkozhatnak az erdőjárók.